Több mint 20 ezer új lakás készül el idén országosan, ezek közül rengeteget befektetési célra építettek, vagyis a tulajdonosok terve, hogy kiadják majd ezeket. A több ezer új lakás komoly vérfrissítést hoz az albérletpiacon, erre számít az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. A szakember úgy számol, hogy nagyjából 3-4 ezer ingatlant biztos kiadnak a tulajdonosaik, amikért legfeljebb 15-20%-kal kérhetnek több pénzt havonta, mint a már most is használt és az elmúlt években megkétszereződött értékű lakásokért. Ennél fogva ugyanannyi pénzért valószínűleg jobb ingatlant tudunk majd bérelni, mert arra azért nem számítunk, hogy az átlagos bérleti díjak országszerte a nagyvárosokban csökkenésnek indulnának, hiszen azért ez a sok új lakás, ami megjelenik, ez az átlagosnál magasabb értéket és magasabb bérleti díjat is képvisel. Vagyis a kevésbé jó állapotú vagy nem jó helyen található albérletek bérleti díjai akár csökkenhetnek is a kínálat bővülése miatt. A szakértő szerint ezért érdemes átböngészni a hirdetéseket azoknak is, akiknek már most is van albérletük. Ha az árváltozás tendenciája nem is változik meg, mert arra nem számítunk, hogy csökkenő tendenciát mutasson az albérletpiac teljes volumene, tehát az összes kiadó lakás figyelmébe nem számítunk arra, hogy csökkenő tendencia jelenne meg az albérletpiacon, de arra mindenképpen számítunk, hogy ugyanannyi pénzért lehet, hogy szebb, jobb vagy nagyobb ingatlant lehet majd bérelni. Az albérletek iránti kereslet csökkenésére viszont nem számítanak a szakemberek. Az áremelkedés miatt ugyanis a nagyvárosokba költözők közül sokan a vásárlás helyett inkább a lakásbérlés felé vehetik az irányt.